Az elmúlt szűk 4 év alatt az agrárágazat 4,6 milliárd forintos exportja 8,2 milliárd forintra növekedett, úgyhogy közben az import alig változott. Ez azt mutatja, hogy egyre jelentősebb szerepet játszik az agrárium a hazai gazdaságban. A rendezvényen az Agrárgazdasági Kamara átalakulását is értékelték. 14 kamarai osztály alakult meg a megyében, a megyében minden ágazatra jellemző osztályok megalakultak. Most a települési agrárgazdasági bizottságokat alakítjuk, több mint 60-at alakítottunk meg, még körülbelül 20-at fogunk megalakítani ebben az évben. Minden településen megkívánjuk ezt alakítani, és ennek lesz az a feladata, hogy megyei kamarai osztályokkal felvegye a kapcsolatot, és azokat a helyi problémákat, helyi feladatokat eljuttassa az osztályokhoz. Nyilván mi meg, ha meg tudjuk oldani, segíteni tudunk, közreműködünk, hanem akkor ezt a legrövidebb úton továbbítjuk a felső vezetés felé. A MAGOSZ érdekképviseleti erejét több területről hozott példával érzékeltette Jakab István elnök. Ilyen a Magyar Nemzeti Bank őstermelőkre is kiterjesztett növekedési hitelprogramja, amely révén a gazdák 2,5%-os kamat mellett juthatnak hitelhez. Komoly garanciákkal ismeri el a magyar gazdálkodók elsőbbségét a földtörvény, vagy említhető a sertésprogram, amely a magyar fajtahasználat térnyerését segíti elő. A MAGOSZ, mint egy erős, kiszámítható szövetséges, az agrárpolitikai ügyekben megfelelő módon hallatta és hallatja a későbbiek során is a hangját. Az a feladatunk, mint érdekképviseletnek, hogy a gazdaság szereplőinek az összefogásával, a gazdaság szereplőinek az együttműködésének segítésével alakítsunk ki egy olyan struktúrát, ami képessé teszi az agrár élelmiszergazdaságot, a vidékfejlesztést, a nagykereskedelemmel bezárólag, hogy európai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyünk. Jakab István azt is elmondta, hogy a kormány, azon belül az agrárkormányzat minden döntésének előkészítéséhez partnerként vonja be a mezőgazdaság szereplőit, legyen az a MAGOSZ, vagy az Agrárgazdasági Kamara, vagy a termelők és feldolgozók. Ez a megegyezésre törekvés nyugodt hátteret teremtett az agrártársadalom közös érdekeit szem előtt tartó munkához.